A gép- és járműgyártás területén hoztak létre képzőközpontot a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Ady Endre Technikum és Kollégiumban Szekszárdon. Ennek részeként megújult az iskola diagnosztikai tanműhelye. A beruházásra 270 millió forint támogatást nyertek, mondja Dömötör Csaba kancellár. A központot működtető non-profit gazdasági társaságot a centrum és két a duális képzésben résztvevő autóipari cég hozta létre. A projektet azért indították el, mert az elektromos mobilitás térnyerésével nőtt a szakemberek iránti kereslet. Arra mindenképpen törekedtünk, hogy a 21. századi technológiát hozzuk be. Hiszünk abban, és azt gondolom, hogy ez a valóság is, hogy nem elég valamit jól csinálni, ahhoz nagyon jó körülmények kellenek, nagyon jó infrastruktúra is kell. És hiába vannak nagyon jó szakembereink, hogyha nincsen olyan eszköz hátterünk és olyan infrastruktúrális hátterünk hozzá, amin keresztül ezt a tudást át is tudják adni. A diagnosztikai tanműhelyben többek között egy-egy elektromos, benzines és hibrid meghajtású preparált autót helyeztek el, amelyeken a diákok megtanulhatják a mesterségesen előállított hibák javítását. Horváth István Tolna vármegye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője egyebek mellett arról beszélt, hogy a szekszárdi intézmény vonzó körülményeket igyekszik teremteni a szakképzésben résztvevők számára. Ezt a fajta képzési szisztémát, ezt támogatni kell, és ezt mentorálni kell. Létre kell hozni, mint ahogy itt is van Szekszárdon, a legújabb, legmodernebb technikákat, illetve ki kell menni a cégekhez is, ahol a cégek önmaguk beruházásán keresztül, hogy versenyképesek legyenek, versenyképes tudást is tudnak adni, mind a fiatalok és mind a felnőttek számára egyaránt. Az átadáson Varga Bajusz Veronika, Kulturális és Innovációs Minisztérium felső oktatásért felelős helyettes államtitkára elmondta, a szakképzési centrumok a Széchenyi 2020 program keretében 150 és 400 millió forint közötti támogatásra pályázhattak ágazati képzőközpontok létrehozására. Ennek során országszerte több mint 8 milliárd forintot nyertek el. A szakképzésre abszolút kiemelt figyelmet fordít a kormány, mert a nemzetgazdaság szempontjából az egyik legfontosabb ágazat vagy területről van szó. Amiben ez megnyilvánul, ahogy elmondtam, a különféle támogatások, felújítási infrastruktúrális fejlesztések, maga a képzés újra struktúrája, az ösztönzők bevezetése az ösztöndíjrendszerrel. A helyettes államtitkár arra is kitért, hogy idén 74%-kal nőtt a szakképzésből felsőoktatásba jelentkezők száma. A szekszárdi Ady Endre Technikum és Kollégium a legnagyobb szakmát adó iskola Tolna vármegyében. 1200 diák tanul az intézményben. Az új képzőközpontban pedig jelenleg 50 diák oktatása zajlik.